Soros György által is támogatott menedék migránsokat segítő egyesület felügyelő bizottságának vezetője a migránsokról azt nyilatkozta a sajtóhírek szerint, hogy szinte mindenhonnan olyanok érkeznek hozzánk, akik jobbak, mint a hazai népesség. Felháborító ez a nyilatkozat. Egy újabb bizonyíték ez arra, hogy a soros szervezetek valójában min is dolgoznak. Gyakorlatilag egy népességcserén dolgoznak, migránsokat szeretnének látni hazánkban a magyar emberek helyett. És a soros szervezetek egyikének a vezetője ezt mondja, hogy a migránsok jobbak, mint a hazai népesség. Ez így feketén-fehéren kijelenti. Ez egyszerűen fölháborító, elfogadhatatlan, és napnál is világosabb, hogy mire készülnek. Egyszerűen nem tudjuk ezt elfogadni, és ha nem állítjuk meg a soros tervet, akkor látjuk, ez vár Magyarországra. Ők gyakorlatilag bevándorló országgá akarnak tenni bennünket, ahol majd jó, hogyha a magyar embereket megtűrik. Mi ezt nem engedjük, mi Magyarországot akarunk, ezért is nagyon fontos a Stop Soros törvénycsomag, melyet a frakciónk támogat.